hívja. Vannak már közöttünk tudatos hangversenyre járunk, de akik esetleg először van a templomi hangversenyen, azon kedvéért szeretnénk elmondani, hogy elsőnek kérdésem a telefonját, mindenki legyen szíves, mindig család, még ezt esetleg át lehet megtenni. A másik, hogy gyerekeket lehet fényképezni, de lehetőleg kapu nélkül, és ha kapuval akarunk futni, akkor akkor, amikor meghagyol a végén, mert az elején elhatáztatjuk őket egy kapuval, akkor az nem biztos, hogy a hallási élmény beszélt lesz után. Az előtt is már említettem, nyugodtan tapsolhatunk, hogy ez egyszer egy produkció, vagy ha valaki változik, akkor nyugodtan változik, hogy is tapsol. Ha valakinek mosdóra van szüksége, a templomban található mosdó, oldalt kell kimenni,
Thank you.
a vezető József Flávia, aki a Lábor Pénzeményből egy kurvészt fog előadni.
a következő Rupai Lina előadásában Rosszikerec Majd Köszönkéjében. Thank you.
Szintén Rózsikán ez darabja következik, Bója Nuta, Varga Dánia játszik. Thank you.
Thank you.
Azt hiszem, hogy a közönség is rájött, hogy ez egy
Szervusztok! Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy mindig rendelkezésünkre álltok, és eltűntök itt bennünket egész héten, mert már kurcoltunk ide, hét elején próbálunk, mindent csinálunk. Hát most még az időjárás is jó alakul, mert tavaly azért kicsit hidegre volt, de most azért az is mellénk állt, úgyhogy nem változtatunk meg a gyerekeket sem. Hát ezek után azt hiszem, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy hallgassunk még meg az utolsó két produkciót, és utána a kultúrzenekar zárja majd a műsorunkat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Egyházi templom életnek a szövegét is az új irgalmat.
képtel együtt találhatunk meg a tényleges könyvekben. 18. században keletkezett ez a dal, a szerzője John Sutton, aki eredetileg egy rabszolgakereskedő hajónak volt a kapitánya. Azt történt ezzel, hogy Sutton nevű fiatalember, amikor szállította a rabszolgákat a tengeren, akkor hatalmas viharnak jelentett. Teljesen életveszélyben voltak, már süllyedt a hajó, amikor felkiáltott, hogy uram, vegyünk mi rajtunk. Megmenekültek csodással, és az olyan hatással volt erre a fiatalember, hogy megtért keresztényre, és nagyon sok vers szöveget írt. Ez a szöveg az Hurrikánom végtelen a Kronikák első könyvének a szövegét dolgozta rá. A zenéjét később írták, ír vagy skót zenésze, ezért skót tudán szokták leggyakrabban eljátszani. Ismeretett majd a dallam a közönségnek, mert nagyon sok filmben szerepel. Néhányat a teljes igényénél tud. Szerepel a Hegylakó című filmben, a Star Trek 2-ben, Mit így húszon elének a Badigárban, a Többintestőben, szerepel a Szeretett feleséget 8. évadában, elénekelte Elvis Presley, elénekelte az Egyesült Államokból, de elénke Barakba is. Zenét ma is játszák temetéseken, elhasználják szabadság és emberi jogokért egy előadásokon. Az afrikai éhezőként ütött segélykoncertben a Lion-en is adatták. Az amerikai polgárháborúban a Cherokee indiánok, akik nem tudták el rendőrségből eltemetni a halottaikat, temetés helyett ezt énekelték el, ezért az a Cherokee indiánok nemzeti himnusza is. Manapság drog és alkohol betegségből kigyógyultak is szokták énekelni, mert az a lényeg, hogy elvesztek, de megtaláltattak. Nem idézem az összes szöveget, csak az első verszakot szeretném felolvasni ennek a szövegének. Csodálatos kegyelem, mély édes hang, mely megmentette egy olyan nyomorultat, mint én. Már elvesztem, de most meglettem. Vakoltam, de most már látom. Következik tehát Jakob de Hahn, The Amazing Grace, a Csengelét hozzenekben előadásában, vezényel, Cirokszolgán. Thank you.